Hát kellemetes. Milyen nap van ma szerdát mindenkinek. No, majd akkor nekiugrunk megint egy Stardew Valley-nek. Halló! Igen, elindult. Na, akkor kezdünk egy újat. Kólyobb. Várjál, nincs hangja a játéknak. Miért nincs? Ja, tudom miért. Hozta a New Farm? Remélem nem menti rá a másikra. Jó. Akkor a hajat megkeressük megint. Valami ratyi hajat. Ott van a gyönyörű fürtös. Egy kabit kapunk, akkor... Megint cica legyen, nem? Persze, hogy cici legyen. Igen. Bármi más szerinted elfogadható? Nem tudom. Farm neve. Legyen Béla. Szeretném egy csodás képet gusztulni. Nagyon jó. Na és akkor milyen farmon menjünk? Ugyanúgy standard, vagy esetleg másikat szeretnénk éppen? Meg igazából megnézhetünk egy másikat, amelyeket gondolod, meg nem nagyon nézegettem. Hát fára menjünk, erdőre menjünk, vízre menjünk. Hát a nekem teljesen mindegy. Nekem is aztán. Nem tudom. Na, akkor indítom én is a játékot. Azt jól teszed mondjuk. Ott az a kék. Jó, hát akkor a farm neve legyen a... Legyen. Közben elpakolom magad másik szobába. Jó, nyugodtan. Legyen a... Kolbász a kedvenc dolgom. Nagyon jó. Jó, elindítom akkor. És... Várjuk csak itt ezt. Szeretném a halálfejes pólómat vissza. Jó, akkor... Nem tudom melyik legyen. Menjünk az erdőbe. Nézzük meg. Nézzük meg az erdőt. Sok fát kell vágni ott legalább. Miért nincs hangja a játékomnak? Azt szeretném megtudni. Nem tudom. Nincs olyanok szépesen. És tényleg nincs. Halló játék? Miért nincs hangod? Ja nem akarja, nincs hangja egyszerűen a játéknak. Nekem most megállt. Most loadingolom, jó van. Szuper. Na hát akkor lehet, hogy én újraindítom a játékot, úgyhogy csináld meg az emberedet, azt megvárom. Hűha. Hát ez tök másképp néz ki ez a házikó. Jaj, el ne add a bonsai fámat, csak szólok. A bonsai fám marad. Az tetszik. A többit eladhatod a házból. Nézzük, holnap, holnap nem fog esni, szuper. Jó, egy napot akkor végig kéne játszani, hogy megmaradjon a mentés. Magadulján. Jó. Hű, anyám. Átrendez. Nagyon jó. Ó, hát itt... Itt csak fa van. De tényleg ez így a csak. És kizárólag fa. Az annyira nem jó. Hát annyira nem. Na. Van egy kevés kavics is. Ó, te jó, hogy mennyi izénk van. Fánk. De mondom, hogy csak fa van itt. De hogy a házban is. Uh-huh. Mindenhol csak fa van. De tudja erősebb, hogy miért. És tényleg nem tudom, hogy miért nincsen. Jelenleg hang a játékon. Valaki elmesélhetne. Piszkeld meg a hangmenet. Az lehet, hogy mondjuk ez nem ártana. Options, nem options. Hol van? Multiplayer friends only. Invite to the sound. A faszért van ennyi fenyőfeng. Cseh. Window mode, szuper, és semmi. Nem ér semmit. Na mindegy. Akkor lejátszuk ezt a napot és akkor újraindítom a szervert. Meg a játékot is. Nem tudom, én erősen fát vágok most akkor, hogy kitakarítsuk itt a
mezőt, meg a kavicsot felszedem. Okes, takarítom a másik részét. Jó. Gazolós részét. Hát csak egy ide. Két mixedet is. Na, az jó. Hát legalább a kis tovig, akkor kitakarítjuk az egészet így végig. Ne, én elkezdek ültetni közben. Jó. Akkor kell 30 hely. Hát sobban több, de érted. Hát igen, értem én. Úgy kéne csinálni, hogyha ugye mind a ketten megcsináljuk azt a szarságot. Az ültetős introduction-os lokukért, akkor utána kéne hagyni körülbelül kettő helyet, nem? Itt középen majd az ültetés között a... Hogy hívják? Madárijesztőnek. Ja, de ezt mellette is teljesen ilyen effektív. Jó. Igen, úgyis jó. Anyádat akkor. Akkora mondanám. A fel ne vegyen el. A csudi budival. Jaj, a cica így van rád tejet. És a többi. De hogy ezt a rohadt rönköt miért kellett ide berakni? Mennyi van még? 3, 6, 9... Kb. Satra. Nem, kevés. Kb. Még 3, nem? Igen, még 3. Jó, hát borzalmas a szemmel. Jó. Nem, baj, ne foglalkozz vele. Akkor locsolok egy kicsit közben. Jó. Mondom, azt locsoljad, létsz. Köszönöm szépen. Sőt, ügyes vagy. Jó. Ja, azt hittem már a gépen pörög így. Közben kiderült ugye, hogy ki még mindig építkeznek. Ja. Ja. Majd gyanús volt, mondom, egy Stardew Valley-től, meg egy kis streamtől mit pörög így. Jó, oké. Okay. Akkor kevés az energiám. Hát akkor menj le, feküdj aludni egy kicsit. Szerintem mondom, hogy véletlenül adok mindent a házadból. Igen, de... gondoltam. De a bonsai fámat hagyd ott, jó? Jó, a bonsai fádat ott hagyom. Na, szeretem az asztalon ezt a bonsai fát. Főszerek innen minden szart, ami egyelőre nem kell, és van még energiám hozzá. Rögy. És akkor utána... Egy fát megtarthatsz. Még ne ezt a rondát. Na. És ezt a kis aranyosat. Te akkor valamelyiket hagyd ott. Ó, anyám, hogy 2000 évig vágok egy rohadt kis bokrot is. Jó, van nálam 88 fa, akkor dobok le egy ládát. Oké. Okay. Jó, meg lesz egy üzék is, szuper. Akkor láda ide a ház mellé megint. Akkor a tüzet, meg... Mert hát mi szeretjük a tüzet, akkor ezt ide kettőnk közé. Nagyon jó. Ó, oh, és meg lehet gyújtani, meggyújtottam a campfire-t. Na várjunk csak. Ja, van nálam még két mixid, akkor ezt elültetem még, ha sikerül. Á, jó, ez már sok, igen. Meg tudom még locsolni, ugye? Meg, jó. Hát, megnézem, hogy álltam annál boltba a valóinkat. Mhm. Te magamnál. Nem engedi eladni a... Mit? Dekorációt. Miért nem? Nem a... A szemét. Na, töltödjél energia, töltödjél. Gyerünk, fiam. De félsz, hogy nem engedi eladni a dekorációt. Nem tudom. Megnézzük, a boltba el tudom adni. Jó. Ja. Nézze. Hátha. Na. Gyerünk, aludjál kisfiam, vagy pihenjél, vagy csinálj amit akarsz, csak haladjunk egy kicsit azzal az energiával. Nem, a boltba se engedi. Hát akkor hozd vissza őket. Nem. Úgyse tudunk mást. Nem. Ültessünk krumplit? Nem tudom mi legyen. Legyen krumpli akkor. Tettem 10 krumplit. Jó, mindjárt kimegyek, kicsit kultiválom a terepet. Okay.
Ja, akkor a mixid után egyel. Azaz. Mennyit vettél? 10. Annyi volt, annyi pénz volt. Ja. Jó. 3, 6, 9 és 10. Jó. Szépen. Tessék. No. Nem akarom felofferelni az F-érnek a dolgot. Ne, nem köszönöm, nem kérem. Na, szedek még egy kis kajicsot, hogy megint megcsináljam a drága utamat, mert hát ez mindig kell. És belehullott a vízbe. Ne már, légy szíves, miért? Miért hullasz bele a vízbe, te rohadt kavics? A fiber meg miért nem esik bele inkább abban a rohadt vízbe, ha helyett, hogy itt szórakozunk? Nem tudom. Én se. Sajnos. Na gyerünk kicsi fiam, azaz mennyi kajicsunk van? Na várjunk csak, 3. Mondom 3, úgy ügyes, jó játék. Nagyon ügyes játék, szuper. Hip, hurrá! Van egy valak kavicsom. Ó, találtam szenet is. Jó, tudom, hogy nem elég erős, de nem is arra kattintottam. Csak szólok. Senkit nem szokott erre kenni be játék az F-ön. Hát tudom, tudom. Ez nem az, ami engem szeret, csak úgy. Jó, szeretni szeret, hát most. Na, nézzük csak. Hadd jöjjön. Már azt nem értem, hogy miért nem fából csináltam az utat, mondjuk, mert az nem szép. Tessék, megvan az út. Fantasztikusan hangod. Egy van, az is. Na, megint kikövezett utunk van. Remek. Csinálok ide a kertek közé is, majd felszedjük, ha nem tetszik. Kezd esteledni. Hip hip hurrá! Én itt megcsinálom az utat így erre hátrafele. Jó. Nincs nálam már kavics, de nincs is energim megint. Kell. Hát... esetleg lekövezhetem megint oda akkor. Jó, ott van nálam, szóval gyere, nem ja, hát akkor, jó, hát akkor annyira nem kövezgetek. Jó, hát akkor hagyjad. Viszont elmehetnél, hogy a buszmegállónál voltak én ingyen cuccok, azért elmehetne. Ja. Jó, megyek. Annyira még van energia. Ha más nem, megeszem a daffodilt. És kész. Hát, hogy lefekhetsz, igen. Vagy hát, nem foglalkozok én ilyen apróságokkal. Juppi, virág, meg még virág. Sőt, ez a kettő kívül nincs több virág. Hol látom, te is találtál. Hát ez zsír. A mixédet. Mhm, kettőt. Én is találtam még egyet. Tessék. Azt is eltemettem. Kidobtam a jó cuccokat. Azt a kettő teljes darab virágot. Tessék, adok fát, meg ilyeneket. Jó. Akkor megöntöztük mindent. Aha. Energia ilyen akkor. És ezekben, hogyha már van ennyi tavacskánk, akkor ezekben vajon normális cuccot lehet horgászni? Nem tudom. Mert egyelőre 3 darabkát láttuk plusz az öntözővízünket. De hát a fene tudja. Na menjünk aludni, aztán akkor újra kreálom a játékomat, hogy hát ha lesz hangom is. Oké. Megindultam visszafelé. Jó. Én addig. Kicsit másabb útvonal, ahogy addig ott is takarítok. Ja, nyugodtan. Én addig bubukálok éppen már. Jó. Csak ott is kigazoltam azon az útvonalon. Azt jó tetted. Ott találtam még egy mixedet, hogy azt is elültetem. Elültesd.
Igen. Kerestünk a keményet. Szóval én voltam a csodagaz. 122. Nem én voltam. Most nem én voltam. Ja, tényleg én dobtam ki egy rakásra, kellett Na, volna. szép, jó van. Jó, akkor most... Várjál. Most jó. Már. Oké. Na, kijövök a ház elé, aztán akkor kihörrentem a játékot. Exit the desktop-t. Én is kiléptem addig. Jó. Figyelj. Úgy. Ja. Nagyon ügyes vagy. Úgy most nyisd meg úgy, hogy hang is vagy. Jó játék? Oké. Okay. Nem tudom, nekem a kezdőképernyőnek a hangja le van tiltva, mindig baromi hangos, és te meg Na. lejjebb venni. Működik. Jó, kicsit haladják ezt. Host. Ó, oh, host Bale a farm. Nagyon jó. Már megy is. És van hang? Van. Hirtelen termet hang is a játékra. Oké. Okay. Kijövök a házikó elé, és megvárlak. Konnektálok van. Jó. Megint csak félig aludtam ki magam, akkor visszabújok egy kicsit, amíg te konnektálsz. Jó. Ja, tudom, miért nem volt itt világítás a házamban. Na. Nem mert? Kapcsoltam be a lopott kályhát. Ja. Akarom mondani. Milyen kályhát? Honnan van kályhád? Vettem. Ja, gondoltam. Vettél kályhát. Kaptam. Aha. Jó. Na, menjünk öntözni. Ja, hogy már öntözöl. Oké. Okay. Melyik szomszédtól kaptál kályhát? A kocsmában nyertem. Aha. Kártyán vagy? Igen. Értem. Jó. Na akkor kitől kaptunk levelet éppen? Ki ez a rajt? Ja, Vili. Jó, akkor menjünk. Én nem kaptam Vili-től levelet. Nem kaptam Vili-től levelet? Nem. Na. Jó, elmegyek akkor a horgászbotomért. Ó, megyek veled a falai. Jó, hogy van, Daffodil azért, lekanyarodok azért. Virág. Akkor ellopom a neked szent horgászbotot. Jó, vigyed nyugodtan. Engem nem zavar. Úgyse szeretek horgászni. Az valahogy nem a kedvencem ebben a... még egy daffodil! Jújjúj! Ezeket akkor lehet, hogy félre kéne rakni egy szüli napra, nem? Vagy igazán valamire? Az elején mondom. Ja, ez igaz. Jéj, cutscene! Juppi! Kaptam pecabotot. Nagyon jó. Neked már tök jó. Nekem nem kell, akkor az úgy nem jó, hogy neked adom én a másikat. Jó, ja, kösz, skippeltem. Na, jó, én akkor megyek vissza. Fejlefő. Ó, éppen a házból horgászol. Nem. Nem? Én csinálok tízt addig, jó? Én összeszedem itt a parton a cuccot. Akartam mondani. Mennyi kell? Jó, akkor... A várost is körbejárhatod. Sziasztázhat egy kicsit. Ja. Jó, ide kaptam egy kis clayt. De örülök neki. Egy rohadt gilisztától. Nem hiszem el. Jó, hát én eladom a kagylókat ott, meg a többit. Megnézem még a girnyókat, hát ha vannak valahol. De szerintem itt senki nem lesz gelesztás. Oh, egy könyv, inventory full. Jó, clay kuka. Nagyon jó. Oh, már megyünk is donételni a múzeumnak. Zsír. De a könyvet azt automatikusan berakja, ezt nem kell elvinned. Ja, tényleg. Nem baj. Én akkor is. Ja, nem. Akkor sem. Hello mindenki! Megjöttem. Én vagyok a gilisztás bácsi. Szevasztok. Ó, még egy kis daffodil. Ne felejtsd el a hátsó utat meg, de ez az elején mindig van egy csomó utat. Melyik hátsó utat? Hát ahol a bányához lett formunkra átmenni. Ja, jó, jó. Most egyelőre itt végigmentem a Joya Mark mögött is, mert itt is szokott egy adag giriszta lenni. Nekem 300 piz. Jó. Szedem össze közben daffodilkákat. Meddig van nyitva a pecáz, bácsi? Ötig.
Legalábbis Az a levélben azt írta. Hogy 5-0-0-ig bemehetsz oda. Hát mint? Az a pecapotér, igen. De amúgy meg szerintem hamarabb zár. Igen. Mikor 4-kor vagy? Nem tudom, mire hogy megnézem gondolsz? A minimappen. Hoppá! Találtam! Már vad. Akkor zár. Vad low redket. Azt módosították. Mert az akkor egy vagy két óra környéken zártam úgy. Ja. Normálisan. Szasz Csevinger! Mi nem újság? 200-i reggel kell menni. Akkor itt elpetázgatok etik. Nem mondod, hogy itt van egy ember a legelején, aki csapkodja a boulder, vagy boulder, vagy hogy hívják vagy angolul, nem. Hogy eltüntesse a bánya elől. Úttorlasz. Jó, úttorlasz, bocs. Magyar stream mi? Forever. Igen. Meg family friendly, meg anyám kínja. Ja. Meg egyéb ilyen marhasága. Szerintem se, hogy rohadjon meg az egész szarság. Ott találtam leaket! Nem leak, hogy hívják? Inventory fullnek hívják, jó? Amúgy szerintem az új, hogy ma akar lenne. Szerintem is. Legalábbis gyanúsan úgy néz ki. Jó, hát így most körbejártam mindent. Amit akartam. Akkor most lehet, hogy kéne még egy kis fát vágni, és akkor meg tudnánk javítani egyből a hidat is lassan. Nem tudom, mennyi fánk van. Na, mindjárt megmondom neked. Jelenleg... Elpecázgatom a fél életemet, szóval... 73. De abból csinálok egy ládát még, amiben belerakjuk majd a... Hogy hívják okat? Ezt egy ilyen hátrébb raktam, abban megy a pecabotom meg a többi. Ilyen hülyeség. Jó, akkor ezek maradnak, szuper. Akkor mentem fát vágni itt a ház előtt. Úgyis van bőven. Elcsesztem egy teresről csesztes halat. Nem már. De? Szegény. Na, van pine cone. Tudsz ültetni fenyőt? Nem fenyőt akarunk ültetni, hanem ezért. Nekünk mob kell. Melyik magra gondolta? Mok. Ja. Tudod, ők lehet fütyülni a tetejével. Ja, tudom. Valahol van itthon. bocs, de rád ötöttem a házadra egy adag fát. Nem baj, nézd meg hát a bent van. Aha, van még benne a házban. Milyen idő lesz holnap? Nézzük már meg. Kukucs, weather report. Ó, oh, holnap esik. Remélem akkor holnap nyitva lesz már a bánya. Nem. Nem. Jó. Kicsit visszafeküdtem, mert a favágásban olyan elfáradt szegény gyerek. Kicsit pihizünk akkor. Hát egy óra alatt egész jó pihen a gyerek amúgy. Na, eladtál halat? Aha, csak közben bent volt anyám. Ja. Hát ott bácsi belém állt egész konkrétan. Ilyen korán kezdi? Itt látod. Lehet, hogy nem kéne neki hagyni, nem? Arrébb álltam. Én vagyok, amikor nekem kell hátul lenni, szóval... Ja, az igaz. Úgyis te halsz meg először, meg ilyen apróságok. Ja. Ez a nagy péli szátka. Hát ez ilyen. Akkor most minden sztárgyú velibe kötelezően kell lennie egy négernek? Ja.
Nem csak eddig megnyitom, hogy mindig értelmes karakter csinálok, úgyhogy eldöntöm, hogy mostantól Nigga leszek. Ja, jó. És következő mi lesz? Szőke Nigga. Kínai esetleg, vagy ilyesmi? Lehet. Van. És van egy ilyen nagyon brutál rózsaszín bőrszín is amúgy. Nagyon jó. Tehát leégtél a napon és elkezdted lekaparni magadról a rózsaszín. Sőt, ezt a fán zöldnek is lehet lenni, meg nagyon, meg ilyen totál fehér bőrűnek is. Mi leszel, Hulk? Nem, mert nem lehet ilyen sört lesz tudszok csinálni, csak ezért. Ja. Yeah. Az ökérben csináltam 500 pénzt, amúgy 2000-et, és még lesz. Igen, észlelem. Csak már nem tudom eladni a bársonak instantban. Ja. Hát jó, én addig vágom itt a fát szokás szerint, mert az vicces. Tényleg. Jó, hát valakinek össze kell szedni a hídra a fát, nem? Hát én összeszedem a pénzt azért. És tudod milyen jó, hogy holnap sem eltünk boldog magot vásárolni, mert holnap zárva van. Ja, tényleg. Hogy én attól milyen boldog vagyok. Jó, vágd már ki, ne sipákoljál, jó, hogy itt izé van. Hű, de elfáradt a szegény gyerek. Nagyon jó, ügyes vagy. Ezeket a bokrokat ki lehet írtani, ezt a nagy bokrot? Nem, nem. Mi? Nagyon örülök neki. De majd terem nekünk rajta szeder meg ilyen dolgok. Ú, de jó. Van 173 fánk éppen. Az jó. Jelenleg. Jó. Kirakom, meg van Pine. Pinecone. Én ezt a fenyőt itt meghagyom a tó fölött. Azt az egyet. Megeszem a szívédet, amit kihaláztam. Ja, hogy szerez egy kis energiát? Igen. Yeah. Hoppá! Kifogytam az energyből. Elaludtam künn. Az jó. Ezzel levont tőlünk egy jó 100 pénzt. De fölkeltem az ágyba. Ja, hogy itt instant, hogyha nagyon elfáradsz, értem. Hát jó. Annyira elfáradt, hogy meg a halam is elment tőled. Mhm. Anyádat akkor. Megint elcsesz meg tőle zöldcsesztes halat? Nagyon jó. Én megint alszok. Sőt, gyakorlatilag amit visszaszereztem energiát, abból már el is használtam az egészet, és semmivel nem vagyok előre. Csőt, szuper. Csak ne felejts a hazaérni időbe. Hát, különben anyu szólni fog, hogy kisfiam. Ma a legtöbb felébe is egy óra alatt haza lehet érni, úgyhogy... Bőven jó vagyok. Na majd... Kétszer bedobom a csalit, aztán hazaindulok. Majd miután lesz lovunk, huhú! Arra kíváncsi vagyok azt, hogy fog működni. Hát nem hiszem, hogy egyszerre fölülhetünk majd rá ketten. De lehet rá kalapot rakni. Igen? Igen, a fejlesztő külön kiemelt, hogy ez az egyik legnagyobb újítás játékban. Hogy rakhatok egy cseszett kalapot a lovamra. Igen, de ezt már Szilveszterkor bejelentette. Lehet kalapot rakni a lovamra. Tök jó. És mi arra sebet csinálok én egy kalapos lóval, csak kérdezem. Nem tudom. Igen, nem zavar, hát legyen rajta kalap. Hát jobb, mintha nincs és megverik. Na jó van. Befeküdtem az ágyba, innen már nem mozdulunk ma.
Én is hazaindultam. És működik a cheat. Szefér? Mert nem tudok lefeküdni aludni. Nem tudom. Hód fekete a képem éppen. Az De nem jó. tudom miért. Engem Miért? nem engedem feküdni aludni, bebagoltam Szefér. Hogy mi? Hoppá! Na, működik. Level up voltunk. Hip hip hurra. Igen, level 1. Foraging. Trees sometimes drop seeds. Wild seeds. Field snack. Waiting to other players. Na azért ma hoztam pénzt én is a konyhára egy kicsit. Igen, ügyes voltál. Köszi. Rohadt várjú! A jó anyádat! Csak a szaros parszlit vetette meg, úgyhogy. Jó, de akkor is. Tehát. Fejezze be. Megint ugyanazt a hirdetést. Hip hip ura. Na jó van. Akkor ezen az esős napon vágok tovább fát. Jó. Hogy minél előbb meglegyen az a híd. Ez elmegyek pénztán valami. Jó. De kapta csak a... Na, itt van a mapless seed. Azt kell neked? Nem. A harmadik, mi? Oh, itt a mag is, kettő. Az jó. Az Anchor. Azért kell nekünk az, mert abból lesz a... Tizé... A... Vigyó. Zöldged van, amiből lehet cuccot csinálni. Keget. Nem fog eszembe jutni, mert magyar nem lehet ilyen hordó. Ja. Ilyen boros hordot. Hát amiben érleljük a cuccot majd, és jó pénzzel lehet adni. Nem az érlelősre gondoltam, hanem a viszére, ami alapból bort meg juice csinál. De az. Arra gondoltam. Hát jó, de abba is érleled a cuccot. Technikailag. Hát, technikailag. De ez a játék nem így működik. Tudom. Ebben a játékban várni kell pár napot. Párat. Na jó, kész a hídnak való. Megyünk is hidat csinálni. Jó. Meg közben rájöttem, hogy nem a tengerparton fogok horgászni. Mert? Mert elmegyek a folyóhoz horgászni itt a ja. szexi hidacskában. Azt jó teszed. Ott sokkal jobb dolgok vannak általában. Guruljunk lefele szépen oda a cuccba. És csináljuk meg azt a hídacskát. Tehát gyorsan összeszedem az ingyen lootot is. Pont egy szopatos halnák fog treasure chestet. Már nem is ellenne. Hip hip hurra. Ja, itt az öreg halász. Mennyibe kerül az a szarod?
Ja, hogy nem vagyok még kész rá, bocs, ne harizz. Öreg. Hogy utáltam, amikor meg kellett várni, amíg elmúlik az a rohadt tél. És sose akart esni. Jaj, más valami ingyen cuccit? Semmi? Nulla? Nincs. Megkörbeleztem. Na ma. Akkor megyek kukázni egy kicsit. Légy úgy. Hoppá! Kaptam egy szaros newspapert. Lehet, hogy szó szerint szaros. A szottyos. Jó, hát... Szevasz, öcsém! Mizu! A szogi szottyosat jelent. Tudom. De... lehetne szaros is, nem? Lehetne, de nem az. Na, 300 aranyért van egy Large Mount Bass. Hogyha fogsz egy olyat, akkor szóljál, jó? Akkor elfogadom a questet. Nem tudok semmit kifogni nekem. És ilyen baromi nehéz halakat küld. Hű, de jó. Megyek és fishing spotot váltok. Menj. Én meg elmegyek föl és megnézem, hogy mennyibe kerül az, hogyha kabint akarunk építeni valakinek majd. 100 gold meg valami 10 kő. Ennyi? Uh-huh. Hát az semmi. Tényleg elásztam, nem mondod? Nekem. Barn, well, siló, mizé. Ja, 100 gold, 10 kő. Ó, a másik 100 gold, 5 fa, 10 fiber. Tudunk venni már izét, shipping bint is. Mi? Az a láda, amiben belepakolodott a ház mellett a cuccot. És eladott benned. Érdekes. Na, gyertek, bemutatkozok, jó? Addig kösz. Persze. Small bound, large bound, azt nagyon nehéz fogni. Jó. Kicsit tudok fogni, érje be hozzá. Hát az nem jó az öregnek. Hello, szia, mi újság? Semmi? Oké, okay, megyek tovább, csá. Na, akkor ma megyek. Az, ja, az te vagy, jó van. Már néztem ki ez a sötét alakot a parton. Hát, rájöttem, hogy ő nem NPC. Hát nem. Ilyen gyönyörű, de csak én vagyok. Ja, bocs. Nem mondom, hogy most sok pénzt fogok a házhoz venni. Nem is kell. Nem lehet mindig pénzt keresni csak. Hello, mi újság? Semmi, jó vagytok? Örülök. Hello, öreg. Tényleg a Springonion nem mész először szedni? De elmehetek, csak először bemutatkozok minden hülyének, amelyik tudok. Hát cső, mi újság? Persze, örülök neki. Na, szevasz. Hello, gus fiú. Gustafsson bácsi. Én vagyok gus. Örülök neki. Szia, mehetsz haza. Puty. Zöld ágában már jól állok. Na jó. Hagyjatok engem békén, most megyek. Máshova. Minden hülye elmegy kocsmát. Ne menj be, kölök, ne menj, állj meg, légy szét, kösz. Ügyes vagy. Persze. Hello, szia. Mi újság, Jody? Na, menjünk azért a Spring Onion-nél, ha van még.
Ja, várjál, lesz, elmegyek haza. Aztán kidobálom a cuccokat, ami nem kell. De hogy itt mennyi rohadt fa van? No. Hoppá, van White Horse Radish. Megint, oh, és itt vannak a Spring Onion-ök. Na, van egy aranycsillagos is. Az jó. Ó, oh, és még egy adag. Ezt már szeretem. Most már 16 darab van. Ja, és még a csatorna előtt is terem. Az még jó. Igaz, csak kettő darab Robin fejsze nincs. Na hát ezekből most, ó, hát tele leszünk holnap, egész burgonya farmot növelünk majd. Majd valamit. Igen. Juppi, Narasmodius bátyánk. Ja, hozzá még nem kell menni. Tudom, meg beköszönhetsz neki. Á, de köszöngésen örösebb, majd ha kell. Az egért anya, ahol lehet sapkát és kalapot az venni. Ez még nincs meg. Ja. Nem is lesz még egy darabig. Ugye itt a fesztivál helyszíne. Jó, hát több spring onion nincs. Eladjam az összeset, az aranyat is. Aha. Jó. Igazából az energiát le tudjuk menedzselni vásárolni. Hát maximum visszafekszek aludni, hogyha elfogy teljesen. Hát azért mondom. Azt a 2 percet kibírom, vagy mennyi 5-öt. Jó. Eladtunk mindent. Ja, este 10 van már? Ó, hát akkor... Szerünk egy kis kajicsot, hogy készüljön tovább az utacska. Jó van. Jaj, nem mondod, hogy itt is van egy ilyen. Milyen? Tudod, ahol lehet menni hardwoodot szedni az erdőbe, az a rész, ahol a fák alatt kell átmenni. Ja, hát dehogy nem. Na most nagy tatának a részénél ott van már. Ja. Egy ugyanolyan, ilyen átmenős a fák alatt. Hoppá, Geoda, juppi! És kiírta, hogy you received the stone. Tényleg, az Geoda. Ha ma szakadó esőben neki állok locsolni, azt nem írja föl, hogy farmingolok? Nem. Ez komoly. Nem áll, most miért kell ezt? Pedig én úgy szerettem volna. Jó, akkor az üvegházig csinálok még utat. Köszönöm szépen, se hazainnak. Jó. Hazamegyek a hátsó részre, aztán meglátjuk, hát ott is lett valami. Ez a sajtos kukmarc, nem igazán sajtos. Kisporolták belőle a sajtot? Uh-huh. Hát jó, de hát legalább puffancs. Elég csinálat volna kisporolni,
belőle. A puffan csodát? Annyira nem. Láttunk már csodákat, tudod. Ó, holnap sütni fog a nap. Szuper, én meg lefekszek már most bubukálni. Én is sötárak már visszafele. Na, 10 perc alatt. Már itt vagyok. És az ágy előtt esek össze, az meg nem esek össze az ágyat, a kurva anyára. Pip, pip, hurra. Na, level 2 foraging. Survival burger. Level 2 fish. Level 1 mining. Tudok bételt craftolni. Hoppá. Na azért. Ma azért egy kicsit oda tettük magunkat, úgy érzem. Ha úgyis te mész elbányászni, akkor vedd meg a táskát, és vegyél maradék pénzben magad. Ja, jó. Deer farmer, tüttürü, tüttürü, tüttürü. Kösz, szevasz. Na, locsoljunk, hogy nőjön a farmingom. Na, majd elvileg jó szerencsém van. Igen. Akkor menjek-e bányászni? Nekem jó szerencse, nem tudom, hogy a szerencse az persze. Mindjárt benézek a lakásba, aztán kiderül. Na. Milyen idő lesz holnap? Ó, oh, szép. Fortune teller. Ó, oh, van egy extra lakkom, szuper. Jó, hát akkor mehetünk. Bányázgatni. Van úgyis egy teljes darab filsz nekem. Akkor szerintem a szerencsés cuccos az ugyanaz lesz, nem? Nem feltétlenül. Zephyr, vegye táskát. Ja, veszek táskát, jó. Megyek már. Na nézzük, milyen küldetésünk van. Ill. Jó, hát ezt... Nekem semmilyen. Ja, 9 óra. Jó, akkor kukázunk egy kicsit. Ó, oh, van algám. Nekem meg egy adag szemetem, Zephyr, gyere ide. De jó, ne, nem kérem, köszi. Nem, nem, nem. Nyugodtan tartsd meg. Cső, te ki vagy? Penny. Hello, Penny. Sokat akarsz még beszélgetni? Örülök, hogy nem. Na, cső, öcsi. Persze, én vagyok a new guy. Na, szevasz. Már megél horgászbotot hallok? Uh-huh. Hát, szia Pierre. Igen, kell, köszi. Jó, és akkor mit adjak? Vagy mit vegyek? Hol nem váltunk komplet is. Krumpli legyen, vagy legyen ez a kell megint. Hát az nem éri meg. Hát annyira nem. Hát vehetünk pár snippet is egy valaggal, és akkor teleszórjuk vele a kertet, hogy húzzuk a de kertészkedést. Hát jó, de mégis csak húzzuk vele a kertészkedést. Vagy karfiolat, vagy ezért éri meg krumplit. Hát ez hamar volt ez a 18 darab krumpli. Ja. Akkor megyek, elültetem a 18 darab krumplinkat. Tegyük. Majd utána megyek bányászni. De kidobálod, elültetem én is. Ó, oh, megoldom. Húzni kell úgyis ezt a szart. Nekem is húzni kell. Ja. Nem tudom ketté választani. Elmentem pöccázni. De nem tudom kettészed? De, kettészedtem. Gyere, van itt 9 darab. Benne. Hagyd ott aztán, hogy... Ben van a ládába. Kapálják a többi mellé?
akár. Jó. Ő de jó, egy kis clay. Akkor a kapálást is meghagyom neked, jó? Oké. Hogy ezzel is tudjál haladni. Megyek körbe, csalok egy kicsit tengerparton. Tedd azt. Jó, megtöltöttük ezt is. Az algát meg kirakom. Alga helyedre. Clay is mehet kifelé. Jó, a watering nem marad, az is marad. Jó, minden más marad. Elmész bányászni a bugmeetet mindenképp. Hozd haza. Jó. Jobban tudok csalit csinálni. Jó. Meg lesz. Szevasztok madárkák. Sziasztok mindenki. Főleg én. Hello lepke. Meg ilyenek. Tudududududududu. Még mindig nem tudunk bányászni. A bácsi még mindig azt a szart csapkodja. Mit kell hozzá csinálni? Halmileg gőzöm sincs. Nekem sincs. Jó, hát akkor mit csináljak? Az extra lakomba fogjak halat? Oké. Okay. Jó, akkor visszagyaloglok a horgászba tér. Hát, megnézted, hogy a farmokba lehet petelni rendesen. De végül is az se rossz. Állj a meg! Kis, kis tavat ne próbáld meg! Azt tudom. De a többit érdemes. Sétálunk. Még egy kicsit sétálunk. Sőt, sétálunk még. Ó, itt már köves az út. Megnézem ezt a nagy tavat, ami itt van egyből. Betesztem 10 baitet is. Nem tudom, hogy szedted össze, de mindegy. Sőt, meg a bácsi itt van. Megnézem, hogy tudok 500 pénzt összerakni. Lehet halat fogni. Fogtam egy sunfish-t. A sunfish az kell valamire? Vagy a házikóba, vagy valahova? Nem? Jó, kifogtuk egy broken seedit. Mert az hip hip hurá, hogy van. Még egy broken seedi. Elfogyott a naphal, vagy mi van? Találtam 5 darab bronz old. Teljesen jó. Hol találta 5 darabot? Nem. Vagy nem akarom tudni honnan lett? Ó, oh, van. Ládában. Ja, van megint small moon pass is. Hova tűnt az összes pénzünk? Vettem horgászbotot. Yeah. Jaj, horgászba. Yeah. Jó van. De mindjárt csinálok meg pénzt. Jó, hát
Nekem mindegy. Teljesen, hogy van-e vagy nincs, majd lesz. Aztán a bácsi átbaszott, és kiderült, hogy a jobb horgászbot az 1800-ba került. Előtte muszáj voltam venni egy másikat, hogy ja, hogy valami, lássuk. ami van. Aha. Igen. Muszáj volt venni egy olyat, ami most van nekünk. Ahhoz, Hip hogy hip. lássuk a következő szintet. Hip hip hurra. Azért ez elég nagy elhúzás. Csak egy kicsit. Jó, hát nem sok eséllyel fogsz itt hűde halad, de azért lehet fogni ebbe a tóba is. Nem, ezért most a legkommal csináltam. Treasure chesteket, úgyhogy... Teljesen jó hangzik. Hip hip hurra. Már nem fagyunk meg. Na, van jó a kólánk is, de jó. Na, megnézek egy kisebb tavat. Jó, majdnem átdobtam az egészet. Nem mondom, hogy sok pénzt csináltam, de csináltam. Jó. Jó, a kisebb tóba hátul nem lehet. Na nézzük. Van itt egy másik tó. A locsoló tó alatt. Na még egyet petezk, aztán haza annyi küldtünk. Jó. Gyere be. Jó. A másikból még nem tudom. Na, gyerünk már! Hal, gyere! Hát nincs hal se. Örülök neki. Jó, akkor egy darab használható tavunk van szerintem. A nagy. Ez jó. Jobb, mint a semmi. Hát jó. Ez az egyetlen szem használható tavunk. Tessék, cica, mi van? De szerintem, ha effektíven akarunk horgászni, akkor máshol kell, nem itt. Hát jó, csak tudod, hogy éjszakára én. Jó. Eladtam a halakat, meg a Broken CD-t, meg minden hülyeséget. Tessék, még egy algát beraktam oda. Kis. Ja, nem hoztam magammal a favágó dolgaimat, meg semmit. Ja, hát ez... Na, vágjunk egy kis fát, igen, hogy lefekvés előtt. Akkor én megálljak erre az oldalra. Jó. Mi lett mappa? De jó neked! Na jó, én abba hagytam, mert nem akarom megenni a Phil snackemet, és elfogytam mára. Amúgy is már késő van, meg ilyenek. Te én nem dőlök bennek a vállalati propagandának. Dehogy nem. Akkor legalább kialszod magad. No. Akkor... Én most elrepülök hirtelen.
elszívni egy egészségügyi cigarettát. Úgyhogy érkezem majd mindjárt. Jó. Na és vissza is repültem. Oké. Na menjünk. Gyere, kultiváljál parsnipet. Jaj, várjál, most jött a macska. Igen, hagyjál egy-két parsnipet majd. Mi legyen a macska neve? Józsi. Jó, akkor Józsi lesz. Józsi a macska. Örülök neki, igen, szeretném adoptálni. És Józsi lesz a macska neve. Józsi. Aló, meg Sanyi, nem? Természetesen. A hagyományokhoz híven. Sándor Apaci. Jó, van macskánk. Ennyi az össz, amit nekem hagyta? Én is egyet többet szedtem. Ja, jó. Oké. Kaptam levelet! Jója Márt! Jó. Mehet az összes kuka. Meglocsoltál mindent? Hát akkor tök jó. És még mindig nincs akkor bánya? Megnézem már. Ja, meg az időjárás ilyen hülyeségé. Szevasz, cica! Holnap az időjárás. Napos. Szuper, jó. Rich Farming level 1. Rising Animal. Hoppá, 100 arany. Getting started. 666 darab kis aranykánk van. Ezt olyan jó lenne elültetni ezt a 666 aranyat, nem szeretném. Hát ültessél valami szépet belőle. Vagy ültessünk? Na, itt a cutscene, meg itt a városháza. Na, jó, akkor elmegyek a városházára. Jó, én elszkippeltem a cutscene. Én is. Úgyis láttam már mindenki. Jó, menjél. Akkor meghagyod a felét majd? A tudja arról semminek? Hello, sziasztok, hello, sziasztok, sziasztok, hello. Hát most akkor legyen karfió, vagy mi arról sem az, hogy hívják? Azt láttam 8 egész darabot. Az igen. Meg egy tulipán. Na, az kellett igen a tulipán. Az, a tulipán az, az hiányzott még azért a gyűjteményünkből. Igaz. Ez szép magyaros. Na, hallom, elmentem bányászni. Nem. Csak kiszabadítom itt a farming place-t. Hát azért ezt a 8 egész darab karfiót szépen elültetem. Jó, ültess egy nyugodtan egyedül. Én meg viszek 2 darab big seed-et. Az jó. Ki tudja mi lesz belőle, hát ha ki kell egy adag dénye tavasszal. Nem valószínű. Hát szerintem se, nem röhögnék eléggé. De
Tehát nyárig csak nem kell locsolgatni azt a rohadt izét magot. És hol legyen az egy szem szép tulipánom? Hát, passz. Itt. Ott. Itt lesz egy szem tulipánom. Jó, nem létez a látogatók megcsodálhassák. Jó. Jó, megtöltöm a kan... Ó, oh, kaptam egy szenet is valahonnan! Ezt én is szoktam, hogy néha ittak lennem. Így holt randomba kaptam egy szenet. Jó, hát akkor én kidobálom a fishing pole-t, meg a watering cannemet, és akkor a többit elviszem bányászni. Ha lehet már végre bányászni. Megyek én beszélgetenem. Jó, menjél. Örülnék, ha tudnék már bányászni, azért lassan nem ártana haladni az eszköz fejlesztéssel sem, ha ilyen jól keressük már a pénzt. Az zavar, hogy ott nincs semmi. Jó. Kellemes megnyugtató zenéje van ennek a játéknak. Ja. Így egy hosszú nap után. Egy hosszú, idegeskedő nap után, de legalább nem bukok meg adott bázis kezelésben. Juppi! Add is valami. Oh, kinyílt a bánya! Zsír, akkor megyek oda pecelezni. Gyere! Hello, fiam! Jó, skippeljük a cutscene-t, köszönjük! Kardot ne felejtsd el majd fölvenni. Okay. Jó, már megyek is lefelé. Meg is van a lejárat. Ú, itt van valami? Nincs. Jó. Akkor legalább 5-ig elmegyek, ha sikerül. Jó, ne legyél már morges, halljál meg csöndbe, jó? Rohadt slime-ja. Meddig keverni ezt a csillagos slime-ot? És még... Ott dobott egy magnetringet. Jó. Oké, semmi gond. Nyugodtan. Veregetek még egyet-kettőt, ha van. Mérhet egy magnetringet? Ó, oh, Fisherman! Juppi! Nagyon jó. Pont sok mindenre fogjuk használni éppen. Na, legalább lesz kavics az úthoz. Ha más nem. Haló, kéne a lejárat, jó? Mielőtt elfárad szegény karakter, meg ilyenek. Esetleg egy kis rész sem ártana, vagy mi az? Bronz, nem. Mi a copper? Az a rész, nem? Azt bronz. Hiszem. Bronz? Ja, tényleg. Jó, nem, már van-e? Inkább azt lehetne hasonlítani a játékban. Egy már van. Alig kell, már csak 29 darab egy rohadt smelterhez. Ó, oh, megvan a lejárat. Na, kaptam egy rákot. Meg egy sherry bombot. Nekem már jó. Ja. Bombát használd el. Hát az lesz majd, hogyha olyan helyre érek, ahol kell is. Na végre, kopperórok. Geóda? Ma fogtam 3 csábot. Nagyon jó. Meg egy kis szemetet. Hát a szemét az mindig kell. Oh! Szó szerint szemetet. Negyedik szint. Repülök a bányába éppen. Ez jó. Még egyik legalább menjenek. Akarok. Ó, oh, meg is van a létre is. Ott maradjál, és halljál meg. Ametiszt! Adjuk a múzeumnak, vagy adjuk el. Igazából abból lesz jóval több is, hogy... Ja, csíjad is adhatjuk. Jó, jó. Akkor ezt megbeszéltük. Kaptam egy geódot a ládával. Mit kaptál? Geódot.
Ja. Jó, hát akkor megyek lejjebb az ötös szintre. Meg is vagyunk. Nincs a ládát. Igen, már is. Uh-huh. Se pénz, se puszi, se pár, se semmi. Csak journal update, azt osszuk be. Legalább fogtam egy kreppet. Nagyon jó. Jaj, ne már! Bomba! Puk! És meg is van a lejárat. Köszönjük szépen, 6-os szint következik. Este már 7 óra. Már nagyon jó vagyunk. Így van, teljesen jó lesz már így. Megmentjük a gazdaságot a pusztulástól. 100 lap alatt egyesül vagy mindenem. Így van. Figyelj, halljál már meg csöndbe, jó? Na, ügyes vagy. Megvan a lejárat. És nem dobott bug meetet, tehát nem már. Na jó, ezeket a slime-okat nem bántom még egyelőre. Ó, van egy csillagos megint! Ó, hoztam egy bullheadet. Na, bug meet. És dobott egy pipőt! Ez jó, mert fel. Semmi ne biztos jó. Hát annál tuti. Mit ad? Egy defense! Oh, piros pipő! Pénteken levegyem most? Vagy most ez nem az a játék? Ez nem az. Ahol ilyen előítéletek meg ilyenek vannak, mi? Jó van. Szuper! Ez a 7-es szint. Már 10 szalat fogtam, úgyhogy. Jó, én megpróbálok lejutni 10-ig így. Ezt nap visszajönnek. Szerintem se. 8. szinten vagyok már. Még lehet. Ha ez a bratyi megint dob egy... Nem dob, jó? Oké. Okay. Yeah. Akkor ne dobjál. Szuper slime. Nekem a kedvencem a kormacskák. Igen. Igen. És miért? Miért pont az a kedvenced? Mert őket már a Chihiro Szellemországban is bírtam. Ja. És a fejlesztő beismerte, hogy Clearly onnan lopta őket. Igen. Igen. Az se rossz. De hát jó van. Még a hangjuk is ekte ugyanolyan. Jó van, hát jótól lopni nem bűn, nem? Mondhatni. Meg szabad is majdnem. Szuper, bug meat megint. Az jó. Ember, mennyi ilyen szar van itt, nem áll? Nem egy infested levelt, tényleg. Nem, ez izé volt, ez a... Hogy hívják már? Nem jut eszembe hirtelen a neve. Ezek a... homok alól kijövő szarokja. Ja? Kukackák. Kezdetén nem akarok beszélni, de itt ajtócsapódás hangja volt az, annak, hogy a csöves bácsi bement a sátrájába. Na, megvan a leather boots! Szerintem ő rejteget ott van. Szerintem is. Na, megvan a 10-es szint a bányából. Mm-hmm. Na! Olyan kérdésem, hogy cipőben miért csak egyet tudsz felvenni? Hát vagy én azt nem veszem be, hogy ezt párosával találod meg. Várj egy kicsit, állj meg! Hát miért nem? Ez nem kérdés. Nem tudom adni a cipőt? Hát, hogy berakod a társadalmat, berakod az izébe a ládába, azt mondjuk. Kidobni, ki tudom. Zephyr, ne arra menjél. Gyere. Ja, menjek itt a hátsó úton. Uh-huh. Na. Legalább legyen egy szép piros cipőt, ha már néger vagy. Nem? Szép piros kosaras cipőd. Vagy nem tudom. Ja, még be kéne basszolgatni a ládába a cuccokat. Jó, hát 2 óra alatt csak sikerül bedobálni, nem? Ja. Kukucs, jövök! Itt az út! Hip hip hurrá! Na, gyere, berakom ide a cipőt! Hát kérdés, meg kiszedem.
Jó, a rák megy, kvarc megy, geoda marad, bagmit marad, ametiszt megy. Jó, a slime is megy, szuper. Most már nagyon nigga vagyok. Ezt látom azzal a piros cipővel. Ez nagyon menő. Geoda, kajics, bagmit, stb. Ja, a topázt is el kéne adni, nem? Mert abból is lesz még egy valaggal. Ja, zöld algát kidobáljuk, aztán megyünk aludni. Kukucs. Meg már az ágyban fekszik. Én is. És... level egy farming! Hip hip hurrá! Tudunk fertilizert is kaptam. 2000 pénz! Tessék, mert ez táskáért. Hoppa! Megjött a halott bátyánk. Clint. Akinek 20 percig tart a beszélgetése. De én elszkippelem. Tessék, mi van? Craft a furnace. Deeper in the mine. Nagyon jó. Mi a levél? Miszelhet. Oké. Pók. Rasmodeus. Négy levelet kaptam, érted? Ja, én is. Exploring, Marlon, oké. Okay. Ja, nincs több levelem. Kéne az öntözők, annám. Józefér. Tessék. Én rakom erre az oldalra, majd elijesztettem, akkor odarakod a másik, és úgy lefagyjuk a területet. Jó. Hú, de jó, köszönöm. Igen. Ne felejtsd el meglacsolni a tulipánodat, jó? Jó. Mi kell a madár ijesztőhöz? Jó, jó, jó. Oké. Okay. 50 fa, egy szél, meg 20 fiber. Jó. Várja, visszarakom őket. Tessék. Akkor meg megy egy fát vágni. Miért nincs elég? 50 fa kell hozzá. Nem a... És 45 volt. Na jól van. Szerintem fát vagy. Jó, mennyi. Látom meglucsot, adok addig a macskának inni. Ja, hová van cica? Jó, menjünk tovább bányászni, vagy? Menjünk tovább bányászni. Megyek akkor. Mit akartam még kirakni? Na várjunk, kapa marad. Jó, oké. Okay. Akkor azok maradnak itt hátul oldalt. Én úgy gondoltam, arra kapod azt a madárjesztet. Ja, hát jó ez így. Dob le te is oda valahol, az kész. De hogy jó helyzetem van. Nekem tetszik. Teljesen jó. Elég az. 12 egész darab fád. Mi van már megint? Ki mit akar? Én is, és jó. Ti is lime. Menjek el a vizárthoz, jó, de is elmegyek majd. Opa! Még 100 arany. Júj, hát akkor én mit akartam venni 100 aranyba, várja. Nem tudom, mit akartál venni 100 aranyba, én megyek társadalmi. Én sem. Ja, geódákat akartam kinyitni, de hát mindegy. Ahhoz több kell azért. Mert azt hiszem több van már. 25-ből lehet. Hát de van 5, azt hiszem. Vagy több. Ja, hát akkor veszek még krumplit, ültessünk krumplit. Krumplit jól vétett meg. Na, van quest. I will love you forever if you bring me a potato. Nagyon jó. Örülök neki. Hát elfogadj, hogy 200 legyen pénz, aztán nem tudom, talán holnap már megérik a krumpli. Hát remélem. Az első adag. Megyünk a 10-es szintre. 6 nap, igen, akkor holnap meg kell érni a krumplinak. Jó, hát az jó. Hallod, hirtelen megszűnt a játékot mondani. Igen. Nagyon jó. A hangom az megvan. Jó. Görgetésnek megvan a hangom. Járó, megveszem a táskát és nem költök ezt nélkül. Jó, azt jót teszed. Mielőtt még nem maradt pénzed táskára. Vettem öt egész krumplit. Juppi, van egy földkristályunk. Jó. Csak
most mondom, hogy nekünk már tök jó. Gyere, te Ratyi, gyere! Egyek fel hozzád, pecázom. Anyád? Magamra haragítottam egy slime-ot. Segítség, mi lesz belőle? Ügyes vagy. Nagyon jó. Én meg geódát szedek. Az mindig jó. Meg egy kis topáz. Egy kis kvarc. Egy kis láda. Van egy kis fiber is itt a bányában, ha esetleg az nem lenne otthon elég. Ja, hozd haza. Jó, a helyet hozzá. Ha nincs, akkor nyugodtan kidobhatod majd. Jó. Igenis. Ugye az is egy volt. Tudom. Azért viszem. Lényeg, hogy nem vagyunk zsidók. Ja, így van. Nem, mert mi csak gyűjtögetünk az új élet reményében, meg ilyenek, nem? Nem, mész ide! Hess! Rohan slime. Úgy, ügyes slime. Na végre, 12-es szint. Nekem, hogy mindenképpen kell fektetnem egy nagyobb forgázoltba. Jó. Ami 1800 pénz. Igen, tudom. Na megvan a 13-es szintre vezető út is, úgyhogy ez is meg lesz. Ó, egy kék slime. Az... Fajn. Már most kék slime. Ez kicsit korán van, nem? De? Jó. 20-as szintől kéne, hogy meglegyenek. Hát elvileg igen. De azt mondták, a multiból elvileg random spawnolhatnak ilyen dolgok. Jaaa. Lehet, hogy azért, hogy haladjunk? Nem hiszem. Vagy nem tudom. Nem olyan nagy esélye spawnolnak, úgyhogy. Ja. Még egy kis bug meat lesz otthonra. Az de jó, nem volt, ezt már bekraftoltam. Craftoltál? Hát Csalinak. Ja, Csalit. Na jó, megvan a 14-es szint is. Már fogtam két halat. Juppi! És akkor három halat, és akkor kettő ezüstös. Na, megvan a 15-re vezető út is. Úgyhogy már csak körbe kell nézni. Tudom, mi idegesített. Na, mi idegesített? Játék megint feljelvette a hangerejét. Ja. Csak a szokásos. De csak a zenéjét, a többit nem veszi feljel. És egyből magához tér, amikor rámész a menüre, ja, és megmozgatod a csíkot. Teljesen jó. Na, most már lesz egy valak kopperünk. Úgyhogy lassan majd lehetünk helikopperek is. Az jó. Jaj, már megint egy ilyen rohadt... Hes innen! Mit? Hes? Tűnés. Kéne egy nagyobb kart, hogyha már bányászok amúgy. Arra döbbentem rá. Gyere te! Gyere, Ratyi! Úgy! Na, szevasz, te is! Jó, akkor lemegyek a 15. szintig. De egy úgy, én mindig csak három halat fogtam. Csak? Nem, ennyi? Nem szeretnek a halat. Mi, nem spawnol a hal, vagy mi? Csak fogtam három zöld algát az ott. Jajaj! Ne már, ne! Ne, azokból kikelnek ezeket, gondoltam. Ó, az anyátok! Az elején nagyon szokás megjelenni. Most fogtam egy large mamut best. Na, ez nagyon jó. Majd úgy is kell a... De megint nem... Jó, hagyjál akkor, jó? Kösz szépen! És hogy ez a rohadt szar mindig rám talál amúgy. De komolyan. Nincs HP-m. Nincs HP-m. De... Ember, hagyjál már, hagyjál, hagyjál! De gyors, de jó, meghaltam. Meghaltam. Mit vesztettem el? Remélem semmit. Igen, jó, nem érdekel. Azt mondd el, hogy mit vesztettem el? Jó. Ott okay. Ébredte? Nem. Mondja bányában. Nem bányában. Tudok adni három zöld algát.
Négy item. Nagyon jó. És mi az a négy item? Na fél... ne már! Elvitte az összes kopperemet. Na jó. Jó, ez nem kell. Eszek félsznekket. Sutty. Hű, de jó. Na, asszom. Kösz, mit csinálják vele? Hát, edd meg. Á, hát az kicsi, kevés lesz. Hát, több mint sem van. Az biztos. Na, egyél algát szépen. Úgy, úgy. Nagyon jó. Mondám, hogy adok halad, de abból pénzünk van. Nem mondod, hogy elvitte mind a két szintet még pluszba? Lebb voltam a 15-ös szinten, erre meg 0 és 5. Ez gyönyörű. Na ne, tehát ez komoly. Elfelejtettem, hogy ott van lift, vagy mi? Ezek szerint. Na jól van. Ja, akkor a bányászatot mára berekeztem. Én még fogok egy ládás halat. Szevasz, mi a helyzet? Te nőszemély, te. Semmi. Viszek haza 6 szemet meg 10-ban. Hozza? Na már én el. Jó. Jó. Hozza. Na. Na még eljátszok a vasárnapot, aztán utána én meg megyek enni meg ilyeneket, úgyhogy berekeztem már a szárgyúvelit. Már is. Mhm. Hát már 3-4-9 lesz mindjárt. Találtam egy könyvet. Jó neked. Akkor már kevesebb kell a könyvtárba. Na jó. Topáz mehet, földkristály mehet, ez is mehet. Meg mit marad. Tessék, fiber. Na. Maradékot meg akkor kidobálom ide. Van 7 geodánk, amit nem ártana majd kinyitni. Holnap esni fog, vagy nem fog, vagy mi lesz? Nézzük már meg. Nem fog esni holnap. Nagyon jó. Ja, meg hoztam két fákját haza, na. Inkább azt vette volna el, és azt a rohadt izémat hagyja meg. Lát vissza meg. Hülye bunkó. Kész. Na jó, van maradék energiámból vágok egy kis fát. Mert ez mindig jól jön. Nekem is hasonló terveim voltak. Most így kaptam még szűrőt. Kicsapkodjuk az összes létező fát. Jó, elfáradtam. Akkor megyek aludni. Ó, én találtam 3 még szélet, hogy ezt fogálfolni tettem. Ültessed. Én egy darabot nem találtam. Most nem szeret. Jó, és léptem 1000 lépést. Csak egy nullával több. 10 darab egres lépés meg volt. Hip hip hurrá. Juppi! Level 1 kombat! Szuper! Juppi! Na, keresünk azért 755 pénzt. Jók vagyunk, hiába. Szia. Kukurik, már megint milyen leveled van? Oh, megkaptam anyámnak a sütjét.
Na, hagytam neked egy pár krumplit. Zsíj. Megyek locsolni. Ne felejts el. Ja. Egy rohadt krumplit elvinni neki. Tessék, ezt az utolsót meglocsoltam. Csak hogy ne legyen magányos. Meg a tulipánt. Tulipánt nagyon fontos meglocsolni. Igen, gondoltam. De nem szabad túl locsolni. Még a végén. Még a végén kirohadt szegény. Ó, van egy arany krumplink, elrakjuk. Nem kell. Nem kell. Szerintem. Na, szép. Pont egy arany krumplit. Jó, krumpli is letudva. Hát akkor a mai program... Hát ez... Nem tudom, legyen favágás megint? Nem megyek vissza pecelni. Mennyi? Megkeresem azt a picsát. Ja, azt mondjuk nem árt. Gondolom még otthon dekkol. Valószínű. Akkor reggel hova teleportálnál? Nem tudom. Ó, egy adag giliszta. Mit adtok giliszták majd? Kavicsot. Adtak a giliszták kavicsot. Hip hip hurrá. Tényleg a csinálhatsz belőle utat. Ú, de jó. Most éppen nem útra vágytam, de meg lesz az is. Hogyha már azt a 358 darab kavicsot elvitte a rohadt moly lepkéje. Vagy minek nevezzem azt a szartot. Amúgy tele van kavicssal a farmunk. Én mikor fog kijönni a szabályával? Ez egy nagyon jó kérdés. Szinte megtudjuk igazából. Hát... Milyen nap van? Vasárnap? Hát akkor... Stardew Valley Wiki, ez kész. Igen. Már nyitom. Elég hasznos kis oldal szerintem. Na, van amúgy gomba a területünkön, mondtam már? Igen. Aha, most szedtem föl egy ilyet, ez a lukacsos gomba. Ja, jó. Itt nől, mert elvileg erdőben vagyunk. 11 nem jön ki a házából az a tepkosrubanc, úgyhogy... Hép hép ura. Addig pecázzak. Pecázzak, én nem szelegetem a gombáinkat. Hello, macska! Mi újság, macska? Adtam a macskának vizet. Na, most már szereztem egy pár darab fácskát azért. Van egy-két makk is. Teljesen jó. És elmegyek, bubukálok egy déli siestát. Csináltam 240-t. Láttam. Meg nem megyek a tengerpartra, körbenézek. Menj! Tengerparton sincs semmi. Na már itt vagyok, akkor horgászunk egy kicsit.
Mennyi horgásza? Ismét egy kicsit. Jó, fél energiával, mert mehetünk vissza fát vágni délután egykor. Kiírtok minden fát. Kész. Jó, majd szisztematikusan ültes valahol. Nincs ültetés. Az a gyengéknek való. Igaz, az erdőből is írthatjuk, hogy magától vissza, ne? Igen. Nem vagyunk mi biogazdálkodók ennyire azért, na. Na, ha véletlen elfogy még az energy, megeszem anyám süteményét. Így is van, betoljuk anya sütiét. Hoppá, már vissza is ment, mintha aludtunk volna egy kellemeset délután. Ja, hogy aludtunk egy kellemeset délután. Igen. Akkor mindegy. De hát anyám sütéje majdnem olyan jó, tudod. Mint egy kellemes délutáni siesta. Az a jó ebben a mapban, hogy annyi hardwoodunk lesz, hogy hajaj. De azért a sütinek az a leírása, hogy nagyon rágos. Nem baj, ezért adott energiát. Ha nem lenne rágós, nem kaptunk volna belőle energit. Értem. Ezt anya tudja, csak tudod. Ez a titkos receptje. Puty, puty, puty. Nagyon jó. Akkor az összes létező rohadt fa ki van vágva a telekről. Ami kivágható volt, és nagy méretű természetesen. Kisfákat nem bántunk. Egyelőre. Annyira még nincs hiány. Na, még egyet gyorsan pacázzunk. Gyerünk, gyerünk, még egyet. Gyerünk már. Jó, lefekszünk egy uzsonna utáni pihire is. Hogy legyen egy kis energiánk még a maradék vasárnap részére. Eloztam egy felhalat a bácsának. Meg recycling bin, ez meg kell. Ez meg kell hozzá vas. A falkő, meg egy iron bar kell hozzá. Jó, pihintük. Pihizés megvolt. Meggurulok tovább fát vágni. Ó, itt van még a tó mellett. Hoppá, tudtam én, hogy van még itt fa. Olyan hamar nem tűnik el ez a rohadt fa innen. Te nem mehetsz szentőt is írtani igazából. Hát, körülbelül. Találtam vasat. Már csak egy smelter kéne. És tényleg recycling bin csinálni. Amúgy lehet egy körünk a múzeumban. Találtam egy rare diszket. A diszk az jó. Csak nem tudom mire. Azaz. Na még ezt az utolsó fát innen kicsapjuk. Jaj, van ott egy a tó mellett is. Uhú. A házam mögött lévő fát ugye nem csaptad ki. Ami még nem nőtt teljesen föl, vagy a másikat? A másikat. Azt még lehet, hogy nem, de azért majd nézd meg, ha az érte. Hát csak egy pillantást vesz oda, hogy élem még, vagy nem.
mert én már nem tudom. Következő hatalmas program majd a kavicsbánya lesz. Ja. Hát jó legyen. Na, úgyse bírjuk ki pénz nélkül, tudom. Ó, van 74 kövünk, juppi! Jó, azt a fenyőt ott hagyom. Hello, matka! Honnan mentál fenn? Meg két cuccot is pecáztam a ezzelnek, a múzeumnak. Nagyon jó. Günther most már nagyon hálás lesz. Hát remélem is. Sőt, inkább ajánlom is, hogy legyen hálás. Na, akkor így az utolsó nap végét elmegyek egy kicsit sétálni. Hát ha találok Gilisztát itt a hosszú úton. Van-e? És nincs. Én meg pecázok egy kis pénzt. Jó, pecázzál egy kis pénzt megint. És semmi. Jó, hát akkor megnézem még a másik utat esetleg. Hát, ha itt van egy kis giliszta. Ide fent, ide fönt sincs. Most elég sok pénzt pecáztam. Na. Hát akkor már hamarosan mehet a fejlesztése az eszközöknek. Hát azok mindig kellenek a nyersanyagok is. Tudom, amit úgy lehagytam a bányába. Jó, hát most már úgyis horgászbotod lesz, utána nekem kéne valami kard szerűség, hogy haladjak is velük. Yeah. Egy kicsit. Mert... Ez legalább dobhatja a gép, random. Jó, de hát... Neked is azután lehet, miután a másikat megvetted. Így körülbelül rá 3 percre. Úgyhogy szerintem nálam is úgy lesz majd valami. Na. Jó van, én itt vagyok a ház előtt. Nincs lassan a szemben. Azért benézek, hogy... Jó, holnap jó idő lesz, és tanulunk egy új receptet. A stir fry-t. Jó, de jó nekem. Van egy stir fry-om. Fél degább hoztam 6 vas ércet, jó? Ge. És nekem a kezeimet se kellett összekaszolni, érte? Uh-huh. Teljesen jó. Akkor adjunk ezzel. Hát adja. Már van 8 darab. Nincs jó adom. Lassan föl kéne őket töretni, nem? Lehet. Meg van 89 bétünk is. Teljesen jó. Na jó van, menjünk aludni. Aztán akkor majd holnap. Tessé. Hát tudunk smartert csinálni. Ja, jó, hát majd csinálunk. A következő játék alkalmával. Most én tényleg megyek. Ja, de én nem tudok. Még nem tartok azon a szinten, tudjuk smartert csinálni. Na menjél aludni te is aztán. Zephyr! Tessék! Nem mész aludni? Zephyr, ellopod az ablakon? Igen. Ja nem, ablakot nem loptam, na. Level 3 foraging! Ó, és most már tudok tepört csinálni. Az jó. Azt szeretjük, a tepört. Tepörtőt. Azt kell a makkos fára rakni. Aha. Juppi! Na, 8. nap. Hát akkor... Itt elég igen, is lesz. Várjál, ameddig én kilépek. Jó. Meg ameddig visszarendezem a félházamat. Hát kijövök a cél elé. Ja, de nem fogja lementeni, akkor mindegy. Hát nem nagyon. Jó. Ja, és nőtt egy leak a farmunkon, csak szólok.
Na jó van, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Na, legyetek jók, szevasztok! Köszönöm.